Ez a felemelt mutató új, azért ez mégsem volt hiába, ennek a tanúsítása ez a mai este is. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg szerdán este Szikora János a Petőfi Rock színdarabhoz kapcsolódó színjáték című kiállítást a Pelikán galériában. A tárlaton a Kondorkör és a Gorzium gimnázium tanulóinak a rockopera ihlette alkotásait tekinthetik meg a látogatók. A megnyitót követően az 1848. március 15-ét megidéző előadás vette kezdetét a Pelikán fészekben. A színdarab az 1973-ban bemutatott Petőfi napja, az első magyar rockopera alapján készült. A miénk az eredet az egy nosztalgikus requiem volt műfaját tekintve, a miénk tényleg rockopera, tehát nagyon meg van rockosítva, rengeteg a hangszer, a zenék fel vannak turbózva a mai fül számára. Izgalmassá téve. És ez a Petőfi napja arról szól, március 15-éről szól, 1848, ahogy Petőfi leírta a naplójába ezt a napot, hogy pontosan a cselekmények, hogy követték egymást az események azon a napon. A Petőfi Rock egy mai, a 174 évvel ezelőtti forradalom résztvevőivel közel egyidős diákok szereplésével játszott, 21. századi önkeresés, saját kérdéseik megfogalmazása mentén született előadás. Szerintem a legnagyobb előssége ennek az előadásnak, és amire én is a legnagyobb hangsúlyt fektetem, az az, hogy fiatalok vagyunk, hogy tele vagyunk energiával, és ezt a lendületet próbáljuk meg, vagy ezzel a lendülettel próbálunk hatást kelteni a nézőtéren. A szeptember 29-i bemutatót követően a Vörösmarty Színház fiatal színészei októberben is megidézik az 1848-as forradalom hangulatát a Pelikánban. Legközelebb október 11-én 17 órás kezdettel tekinthetik meg a darabot a Színház szerelmesei.